Hello, jó reggel, sziasztok! Folytatjuk a házépítő titkok sorozatot, és egy picit a szakmák védelmébe szeretnék egy pár szót szólni, mert ugye lehet, hogy úgy jön le, hogy én mindenkit networkernek szeretnék úgymond nevelni, szó sincs róla. Hát, nagyon tisztelem a különböző szakmákat, főleg a fodrászokat, drága lányom is fodrász, és eszméletlen mennyiségű munkája van, de ugyanígy vannak a pedikűrűsök például, vagy masszőrök, vagy vízvezetékszerelők, illetve most dolgozik nálam egy brigád, egy ács, illetve építőipari szakmunkások. Én nagyon tisztelem őket, én voltam ilyen építőipari melóba, tehát eszméletlen nehéz munka, amit ők csinálnak, és minden tiszteletem az övék, és azért szólok hozzátok, mint hálózatépítő, mert én főleg hálózatépítőknek beszélek. Ez is egy ilyen úgymond íratlan érdekesség a neten, hogy ugye ki kell picézni, ki kell választani egy célpiacot, aminek, vagy akiknek beszélünk, hát én főleg azoknak beszélek, akik nem igazán kell ugye mondani, hogy mi az a network, mert tudják, hogy mi az. Aki meg nem szereti, az úgyis a hálózatépítő titkok szóra úgyis elkapcsol gyorsan. Viszont, ha te valamilyen hálózatnak a tagja vagy, és esetleg nem tudod, hogy hogy kell ezt csinálni, akkor nézd tovább ezt a videót, illetve iratkozz fel a YouTube csatornámra, a hálózatépítő titkok, van egy ilyen sorozat, ott elég sok mindenről beszélek. Nekem egy vízióm, egy álmom, hogy ezt a szakmát egy picit fölemeljük, illetve hát nem picit nagyon, mert nagyon-nagyon ledegradálták azzal, hogy ez egy ilyen tukmálós, ilyen erőszakos szakma, nem? Tehát így, hogy először meghallja valaki, akkor azt hiszi, hogy hú, itt majd minden házba be kell csöngetni, és akkor különböző dolgokat kell rábeszélni az emberekre, hát nem erről szól a dolog. Sőt, fölröppent a hír, hogy a hálózatépítők nem is dolgoznak semmit. Na most a kedves hálózatépítők, hogyha néztek engem, akkor védjük már meg a szakmát, hogy tényleg kell-e dolgozni, vagy csak úgy be kell iratkozni, aztán így dől a lé magától. Hát ez nem így van. Úgyhogy ezért csinálom ezeket a videókat egyébként. És észrevettem egy nagyon érdekes dolgot, amióta az internet megjelent, mert én ugye főleg offline dolgoztam, több autógumit elkoptattam, mert azt mondta az akkori szponzorom, hogy akkor leszel nagyon sikeres, hogyha nagyon sok autógumit elkoptatsz. Hát én ezt megcsináltam. Értem el sikereket, de azt a sikert, amit az internet segítségével ugye elértem, azt nem is álmodtam, illetve álmodoztam róla, de nem gondoltam volna. Több network hálózatban is megcsináltam a top vezetői, úgymond titulust, igazán a gyémát fokozatot, viszont abban, amiben most vagyok, ilyen gyorsan nem csináltam meg. Összesen másfél év kellett hozzá. Na most ez most kevése vagy sok, majd összeadjátok. Egy biztos, most, mostani tudásommal, ez körülbelül olyan fél év. 8 hónap, 9 hónap. De azt is mondhatnám nektek, hogy ha valaki tényleg komolyan gondolja most, 90 nap alatt meg lehet csinálni egy gyémánt fokozatot, szinte bármilyen cégnél, 90 nap alatt. Na most még, hogyha ez is egy kicsit hihetetlennek tűnik, akkor mondok még egy érdekes dolgot, úgy csináltam meg ezt a másfél év alatti gyémántot, hogy senkinek, azaz senkinek nem szóltam, ez már az érdekes, nem? Tehát nem az, hogy tukmáltam volna valakire, hanem egyszerűen nem szóltam senkinek. Micsoda? Van olyan módszer, hogy nem kell szólni? Igen. Én tanítom, hogy beszélj 10 emberrel, viszont nem azt tanítom, hogy szólj 10 embernek. Ez érdekes lehet a számotokra? Na, hát ha igen, akkor hallgassatok tovább, illetve gyertek a kurzusainkra, ugyanis megalkottunk többen egy olyan kurzust, amin keresztül bármilyen hálózatban sikeres lehetsz. Egyre többen keresnek meg egyébként hálózatépítők szinte naponta, és keresik a titkot, és amikor elmondom nekik, elmagyarázom, megmutatom, akkor fogják a fejüket, hogy atya úristen, ezt hogy nem tudtam eddig?
Elmondom, amíg én nem tudtam, én is így fogtam a fejemet. Tehát van olyan módszer, amiben nem kell megszólítani embereket. Rögtön jön a kérdés, hogy biztos már hírleveleket kell csinálni, meg weboldalakat. Nem. Ilyeneket is oktattunk annak idején. Lejárt ennek az ideje. Lehet csinálni weboldalt, nekünk is van, de igazán nem kötelező, mert nem ez a lényeg. Az csak azért van, hogy esetleg összeszedettebb a dolog, de hogyha neked nincs kedved weboldalt csinálni, meg hírleveleket, nem kell, nem kötelező. Teljesen más kell csinálni. Egy kicsit olyat kell csinálni, mint amit most én csinálok, illetve érdemes, ezt is megtanítjuk, ugye maga a videókészítés és annak a megfelelő helyre posztolása, ez már egy picit titok, amit most elmagyarázok nektek, de nem kell félni. Tehát magyarul megvan az a módszer, hogy hogyan lehet teljesen tudatlanul olyan embernek, aki még mondjuk a telefonját se tudja bekapcsolni, bár ilyen szerintem nincsen, bár találkoztunk már ilyennel, de mondjuk van olyan emberke, aki még a számítógépét se tudta bekapcsolni, hogyha itt van esetleg, akkor írjál ide, nem tudta, azt se tudta, hogy hogy kell bekapcsolni, nem tudta mi az, hogy videó, meg videócsat, meg semmi ilyesmit nem tudott, és a jól tudom, háromszoros gyémánt már. Persze az első gyémántját nem tudom hány év alatt ért el, de a következőt már nagyon rövid idő alatt, és hát az az érdekessége, hogy ő is folyamatosan avatja a gyémántokat. Na most ez azért érdekes lehet, nem? Én elhatároztam, hogy szinte minden networkernek, aki jelentkezik, megmutatom, hogy hogy kell csinálni. Nem azt akarom, hogy gyertek át hozzánk, és itt legyetek, mit tudom én, gyémántok, bár lehet, hanem ott a saját szakterületeteken, bármilyen hálózatban vagytok, legyen gyorsan gyémánt, és legyen te is avas gyorsan gyémántokat. Ez a célom. Ugyanis, hogyha valaki meghallja azt, hogy networking, vagy networker, vagy MLM, ez csúnya szó, de hát mondjuk valaki ezt meghallja, akkor rögtön az jön eszébe, hogy ezek tudnak valamit. Ne az, hogy már megint a tukmálós dolog, értitek? De azt, hogy ez sok helyre, jól információval, jó helyre menjen el, az egyébként én kevés vagyok. Egyedül azért kérem a hálózatépítőknek a segítségét. Nagyon sok pici riportot fogunk csinálni hálózatépítő barátaimmal, ahol magát a szakmát mutatjuk meg, ugye a Network heti hetes az tulajdonképpen erre alakult, bár most inkább egy saját csoportbeli oktatás folyik, de hamarosan újra elindul az a Network heti hetes, ami egyébként elején ment, ahol beszélünk arról, különböző hálózatépítők, hogy most ez miért jó, vagy miért nem jó, vagy annak idején hogy volt, most meg hogy van, hogy mennyire egyszerű az, hogy nem kell házról-házra járkálni, nem kell félni attól, hogy lesznek-e a rendezvényen emberek, mert biztos, hogy lesznek, és nem úgy kell hívogatni, hogy eddig kellett, hogy eddig csináltátok, illetve most nem akarom a szponzoroknak a úgymond tekintélyt alásni, csak van, aki nem tanulja meg, mert itt tudom, így is megy neki, én tisztelem az ilyen embereket is, de ha egy picit is úgy veszed észre, hogy úgy kezd úgy lazább lenni a hálózatod, akkor meg kell tanulni azt, hogy hogyan kell őket megtanítani, hogy jól menjen a hálózat. Úgyhogy én ezért csinálom ezeket a videókat, ezért beszélek a hálózatépítőknek, és hát ha tetszik ez a videó sorozat, illetve ez a dolog, amit én csinálok, akkor kövessetek be, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, és hát találkozunk ezekbe a videókba, amiket meg tudtok folyamatosan felvételről is nézni. Ha meg még jobban tetszik, akkor keressetek meg, megmondom, hogy az ingyenes kurzusainkra hogy tudtok jönni, hangsúlyozom, díjmentes, hogy tudsz bekapcsolódni, illetve ha picike kis betekintést szeretnél, akkor www.90naposprogram.hu beírod a keresőbe, rögtön mi vagyunk a talált listák élén, egyébként nem véletlenül, és akkor kukkancsatok bele ott, hogy mi hogyan dolgozunk, egy bizonyos részét fogjátok ott meglátni, ott van egy lépésről lépésre oldal, azt megnézitek, körülbelül tudni fogjátok, hogy mi mit csinálunk, illetve rá lehet konvertálni bármilyen üzletre ezt a módszert, úgyhogy keressetek bátran, nagyon szívesen segítek, úgyhogy az erő legyen veletek, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!